Sziasztok, srácok! Hello! Megyünk fürdeni! Megyünk le a partra, azt gondoltuk megmutatni, nézzétek, itt ilyen erdősség is van, tehát itt már én úgy van a part, várjátok, megfordítom, hogy lássatok minket. Tehát úgy van a part itt már én, hogy van a város, és akkor van egy ilyen kis erdős sáv, és utána jön a homokos tengerpart, amit most megmutatunk. Tehát itt olyan, mintha itt ilyen erdő lenne, itt lehetne túrázni, és van is itt egy kis túraútvonal egyébként. Igen. Ugye? Igen. Van egy túraútvonal. Felkészültél a kis napozásra? Fel. Nagyon jó. Oké, na a parton folytatjuk. Megérkeztünk. Most már csak helyet kell találni. Ez a Raklamára tengerpartja. Erre hullámtörőkkel, homokkal, tehát ez homokos tengerpart. És így. Fürdés. Visszamérsület? Egy picit füstű, de kibírható szerintem. De ez majd csak melegebb lesz, mert ugye nem égett, ez a kérdőjében. De jó szerintem. Ahhoz képest kell. Igen, az elején hidegnek tűnik, de utána, amikor belelép az ember, utána megszokja és szinte felmelegszik. Nem tudom, hogy ez ehető, vagy hogy ez... Hát, nem így. Halakat láttunk itt, ilyen kis halakat, és azon morfondíroztunk, hogy milyen durva, hogy itt ez a tömeg, itt ugye itt kelti a talajt, és ide mernek jönni ezek a kis halak. Ja. És azt mondtál az előbb, hogy milyen ez a... Ez tök olyan ez a part szakasz, meg szerintem ez az egész, mint a Cápa című filmben. Nézd, ott van a cápa néző cápa állomás. Ott meg. Ilyen piros teteje van. Nem olyan? Ez meg a hullámtörő. Ja igen, itt van. Meg a hullámtörők, amit ott láttuk a rákokat. Igen.